Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Öt új játékos mutatott be szurkolói ankétjának kisvárdai futballcsapat. Megnyerte a CEF Kupa 8-at döntő első meccsét a Fátum Nyíregyháza. Ötödik alkalommal rendezik meg a Junior Kupa kézilabda tornát. Hazai vereséggel kezdte az évet a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Idegenben szerezte meg 7. bajnoki győzelmét az NKS. Megkezdődött az átigazolási szezon az amatőr labdarúgásban. Öt új játékos mutatott be hagyományos, idény előtti szurkolói ankétjának kisvárdai futballcsapat. A cél a bennmaradást, a tavasz pedig szombaton Mezőkövesden kezdi Dajka László együttese. Elsősorban a hiányzóinkat szerettük volna pótolni, hárman távoztak a Felipe, a Hugo Szeko és az Anderson Pico, és természetesen, mivel tavaly kevesen voltunk a keretben, azt is meg kellett erősítenünk, ezért minden csapatrészben sikerült, úgy érzem, olyan játékost ide csalnunk, aki konkurenciát jelent az ottaniaknak, illetve a hiányzóknak a pótlását meg tudja oldani. Az érkezők között szép száma van, az eddig érkezők között támadó. Ez azt jelenti, hogy esetleg tavasszal hangsúlyosabb lesz a kisvárda futballjában a támadójáték? Igen, ugye olyan játékosok játszottak a támadó poszton, akiknek nem az igazi, nem az a szerepkerük elsősorban, és tudnak máshol jobb teljesítmény nyújtani. Ezért is hoztunk támadót, illetve azért is hoztunk, mert van olyan fiatal tehetség a jelen a személyében, aki egy fél év munka után bízom benne, hogy a következő időszakban, vagy akár már most tavasszal is nagy segítségünkre tud lenni. Különböző stílusú játékosokat hoztunk, van, aki pozícióiket tud játszani, van, aki elmozgó rendszerben jó, és hát egy konkurenciát szeretünk volna teremteni, ezáltal nagyobb motiváció legyen a játékosoknak mind az edzésen, mind a mérkőzéseken, és hát természetesen akik jöttek, azok a szakmai stábnak is nagyon megkönnyítik a dolgát, mert olyan kreatív játékosok vannak, akik a támadó harmadban is többet fognak tudni bizony benne mutatni, mert tavaly látható volt, hogy nagyon sok csapat bennünk már behúzódott, és bizony azt a nehéz betonvédelmet, visszahúzódó védelmet nagyon nehéz volt feltörni, illetve hoztunk olyan játékost, hogy csak középpályáról, a mélységi passzaival, területből, indításaival fel tudja magára hívni a figyelmet, és hát én úgy érzem, hogy a keretünk lényegesen erősödött ezekkel a srácokkal. Az egy évvel ezelőttihez képest pontszámban jobban áll a csapat, viszont rendkívül kiegyensúlyozott a táblázat, a tabella, a mezőny. Milyen tavaszra lehet számítani? Ugyanezt mondtam én is, és ez is rákényszerített minket arra, hogy lépjünk, mert a konkurenseink jelentős mértékű változást hajtottak végre. Senki nem akar kiesni, és mondhatom, hogy a 4.-5. helytől mindenki érintett lehet ebben a dologban. A tavasz nagyon keménynek ígérkezik, 17 mérkőzésünk lesz, és valóban 2-vel kevesebbet játszottunk, mint tavaly, ennek ellenére 4 ponttal többet szereztünk, de ez nem garancia semmire, látva a tavalyi MTK-nak a 26 ponttal fordulása utáni kiesését. Hát tulajdonképpen minden mérkőzés élet-halálnak tekinthető. Azt el kell mondjam, hogy most még nem vagyunk kész. Azok a játékosok, akik most érkeztek, mivel nagyon rövid volt a felkészülés, nem érték még utol a csapat szintjét, nekik ez a februári hónap reményeim szerint elegendő lesz, hogy totál fölvegyék a többieknek a ritmusát. Viszont már most is be fog valaki mutatkozni, mert vannak a csapatban eltiltottak, a Lukászra gondolok, és vannak sérültek, például a Viana, aki egyébként jó állapotban volt. Hát nem tudjuk azt a kezdőt a pályára küldeni, amely ideális esetben ott lehetne. Ennek ellenére azért is fontos volt, hogy ilyen bőkerettel menjünk, hogy az ilyen helyzeteket meg tudjuk oldani, illetve február 28-áig 7 bajnoki mérkőzésen fogunk részt venni, és ebben a hidegben azért az izmok másként viselkednek, akár a sérülés is előjöhet, és szombat-szerda-szombat ritmusban játszunk, amely sokkal nagyobb keretet igényel. Nagyon sok szó esett az akadémiáról a szurkolói ankéten, ugye bekerült a Vádalabdarúgó Akadémia a 10 kiemelt akadémia közé Magyarországon. Mit jelent ez a klub, a város, a labdarúgó csapat szempontjából? Jelentős presztízs és szakmai siker ez a klubunknak, amely lehetővé teszi, hogy rövid, vagy középtávon, inkább nem rövid, középtávon és hosszú távon megalapozzuk a kisvárda labdarúgósának a jövőjét. Ugyanis egyértelmű célunk, hogy az akadémiából olyan labdarúgókat neveljünk, akik megállják majd a felnőtt csapatban a helyüket, és akár magasabb szintre is képesek eljutni. Egy olyan hálózatot hozunk létre, amely külföldön már megszokott, egy olyan vállalati irányítási rendszerrel működtetjük, amely a profi klubokra enged következtetni, és hát én azt gondolom, hogy ennek az utóbbi időben azért Magyarországon nagyon sok szó esett az akadémia működésről, mégis valami nem működött jól.
Én úgy gondolom, hogy most az az elvárás minden elit akadémiá felé megfogalmazódott, hogy most már produktumot kell leadnunk. Az infrastruktúrális változások azok korábbi időszakban megtörténtek, most a szakmai munka kerül majd előtérben, és hát nagyon-nagyon bizakodva várom. Megfelelő szakembereket sikerült ide csábítanunk, sokkal nagyobb fejlődési lehetőségük lesz a gyerekeknek, mint volt a korábbi években. Nagyon fontos feladata lesz a menedzsmentnek, illetve a scout hálózatunknak, hogy a legtehetségesebbeket találják meg és hozzák ide és építsük fel. És természetesen együttműködve a felnőtt klubbal, mert csak együtt lehet csinálni, egy olyan szisztéma alapján sikerüljön majd a kiválasztás, amely megalapozza a játékosainak a fejlődését. Visszatérve még a felnőtt csapathoz, ugye az első tavaszi meccs Mezőkövesden lesz, aztán érkezik a Fradi. Egy nyitány sok minden meghatározott, egy jó nyitány, mivel lennél elégedett? Igen, a Mezőköves talán előrébb járt tőlünk, ráadásul kész játékosokat hoztak, nekünk ezzel van egy pici problémánk még. Az első mérkőzésen a legfontosabb a pontszerzés lenne, nem ígérkezik könnyűnek, de természetesen nem feltartott kézzel fogunk oda menni. Bizony lehetett volna könnyebb tavaszi rajtunk is, a második meg a Ferencváros, akit tudjuk, hogy a Ferencváros milyen állapotban van, hogyan zárta az őszt, és azóta még tovább erősödtek. Ennek ellenére egyetlen egy mérkőzésen fogunk feladni, sőt, minden egyes mérkőzésre a győzelem reményébe fogunk kifutni. Én úgy érzem, hogy talán most nagyobb az alapunk, hogy ezt megfogalmazzam, mint volt az őszi mérkőzése során. Mezőkövesdről érkezték Kisvárdáról az utóbbi időben. Nem túl sokat jutottál, szóval az ennek tükrében könnyű volt igen mondani a várdaiak hívására? Igen, könnyű volt. Minden játékos, én úgy gondolom, hogy a kapus és mezőny játékos ugyanabban a cipőben van, mindenki játszani szeretne. Ezért nyilván nagyon örültem a Kisvárda megkeresésének. Nagyon örülök, hogy sikerült ide szerződnöm, és már nagyon várom az első mérkőzést, ami hát ugye a Mezőkövesdellel lesz, úgyhogy ez külön izgalom számomra. Milyenek az eddigi benyomásaid? Az eddigi benyomásaim nagyon pozitívak, mindenki nagyon pozitívan állt hozzám. Próbáltak mindenben segíteni, minden olyan kérdésben tudtam segítséget kérni, amire egy hétköznapi dologban is nagyon nagy segítséget tudtak nyújtani. Úgyhogy eddig abszolút pozitívak, és biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban is abszolút pozitív lesz a folytatás. A kapusok helyzet egy pici speciális, hiszen együtt kell dolgozniuk a posztriválisaikkal. Milyen a kapcsolatod a két ekkorában itt lévő kisvárdai kapussal? Nyugodt szívvel mondhatom, hogy mind a kettővel nagyon jó a viszonyom, nagyon segítőkészek, mindenben támogattak, és abszolút jó velük együtt dolgozni. Jó kapusokról van szó, tehát én azt gondolom, hogy egy egészséges versenyhelyzet is ki tud alakulni, és ennek majd meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. Azt nem tudom, lehet-e már tudni, hogy a Mezőkövesd ellen kiáll majd a várdai kapuban, de gondolom az a célod, hogy tavasszal minél többször a te neveddel kezdődjön az összeállítás. Természetesen hogy az a célom, hogy nem csak a Mezőkövesd ellen, hanem hogy a tavaszi mérkőzéseken én álljak a kapuban. Nyilván mind a hárman ezért próbálunk dolgozni, hogy minél többet védjünk, és majd a vezetőség eldönti, pontosabban a vezetőedző eldönti, hogy kinek szavaz bizalmat. Megnyerte a CEF Kupa 8-at döntő első felvonását a Fátu Nyíregyháza. Hollósi László együttese a Continental Arénában 3-2-re verte a horvát Mados Zágráb együttesét. Megtévesztő az, hogy ugye a zágrábi csapatban nincs egy darab légiós sem, viszont két horvát válogatott játékossal rendelkeznek, illetve hát, hogy úgy mondjam, talán irigykedve nézhetünk arra a programra, amit a Mladost Zagreb csinál, épp a vezetőikkel beszéltünk, hogy 400 gyereket nevelnek, és egy olyan rendszerben, hogy gyakorlatilag 14 éves korba szelektálnak, ezt megmondják előre a szülőknek, hogy csak a legtehetségesebbekkel fognak foglalkozni, és látszott is ez, hogy ezek a úgymond fiatal lányok, azért ezek már 20-21-22 éves lányok, de ezek iszonytatóan motivált játékosok, és tényleg úgy jöttek ide, hogy megmutassák a legjobbjukat, és amit én láttam videón, az be is igazolódott, ez egy nagyon összeszedett, és én úgy gondolom, hogy igenis ez egy nagyon jó kis csapat. Az előnyettől függetlenül a Nyíregyházánál van, és ugye az első körben is sikerült Romániában idegenben győzni, tehát abszolút nála futott még ez a párharc. Igen, főleg annak a fényében, hogy ugye azért erről nem beszéltünk nagyon a mérkőzés előtt, azért én egy-két játékost pihentetni akartam,
Nyilván ez így furcsán hangzik, hiszen azért egy nemzetközi mérkőzés fontos, de azt látni kell, hogy azért vannak kisebb sérülések, amik nem olyan nagyon súlyosak, de vigyázni kell a játékosokra, mert különben krónikussá válhatnak. Úgyhogy már ennek a fényében egy-két alapembert nem is mozgattunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a kinti mérkőzés nem lesz egy egyszerű, de hát oda már azért szeretnénk teljes kerettel menni. Nyilván ez a jó Istentől is függ, hogy a játékosok addig ne sérüljenek meg. Február 5-én lesz a visszavágó, addig viszont még két hazai bajnoki és egy kupamérkőzés, már mint magyarországi bajnoki és egy kupamérkőzés vár a csapatra, utazásokkal, meg hát a meccsen járó stresszel mindennel együtt. Mi a fontosabb ilyenkor, az említett fizikális karbantartás mellett a fejeket is rendben tartani? Igen, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mentálisan fölkészíteni a játékosokat erre a terhelésre. Tehát valóban azért ez egy fizikailag azért eléggé igénybe veszi a játékosokat, de hogyha a játékosok megértik, hogy miért dolgoznak, illetve látják az értelmét, úgymond ennek a sok szenvedésnek nagyon idézőjelbe, de hát nyilván azért elfáradnak a játékosok. Úgyhogy ebben mindenképp föl kell készíteni őket. Ami számomra nem egyszerű, hogy nyilván azzal, hogy így három fronton terhelés alatt van a csapat, igazából azokat a technikai, fizikai fejlődést, amit úgy elterveztem a csapatba, azt nem nagyon tudjuk megcsinálni. Tehát igazából most próbáljuk frissen tartani a játékosokat, tényleg a leglényegesebb az, hogy egyik mérkőzésről a másikba olyan állapotba kerüljünk, hogy tényleg, ha nem is fogunk, tehát ez most már óhatatlan, és ez látszik is, hogy nem is fogunk tudni mindig szépen és dominánsan játszani, de hogy mindig legyen esélyünk arra, hogy tudjunk nyerni, és mint ahogy tegnap is a lányok mutatták, hogyha már a láb elfáradt, akkor még a szívüket elővették. Erre kell számítani, tehát ebbe a terhelésbe most tényleg ne várja senki, hogy itt ilyen diadalmenet lesz. Bizony kőkeményen minden mérkőzésen meg kell szenvednünk. Beszéljünk néhány szót a legközelebbi meccsről, a szombati UTE elleni bajnokiról. Ott milyen ellenfélre, milyen meccsre számítasz? Igen, az utóbbi hetekben nagyon összekapta magát, ugye ez bizonyítja azt, hogy a Vasast meg is verték, és a Vártnál talán simábban is, úgyhogy igazoltak egy új játékost, egy dominikai négyesütőt, úgyhogy ez biztos, hogy erősítés számukra. Nyilván nincsenek egyszerű helyzetben, hiszen gyakorlatilag nekik minden mérkőzést nyerni kell ahhoz, hogyha reálisan a négy közé akarnak kerülni, úgyhogy biztos, hogy óriási elánnal fognak játszani. Nekünk erre föl kell készülni, hogy az utolsó leheletükig küzdeni fognak, úgyhogy egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, úgyhogy jelenleg nem tudnám így szívemre tenni, megjósolni, hogy mi lesz az eredmény, de azt ígér, hogy föl fogjuk úgy készíteni a lányokat, hogy legyen esélyünk a győzelemre. A hétvégén 5. alkalommal rendezi meg a Megyei Kézilabda Szövetség a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát. Nyíregyházán, Kisvárdán és Gyulaházán 30 csapat lép majd pályára. 5. alkalommal kerül megrendezésre, viszont az idén szinte teltházzal fog működni a torna. Nagyon nagy érdeklődésre tett szert egyébként az elmúlt években, és Ukrajnából, Romániából és Szlovákiából várunk fiatal tehetségeket, és a megyei régió is egyébként nagyon jól megmozdult most erre a tornára. A részvevők mintegy 500-an lesznek, 57 mérkőzés játszanak majd 3 nap alatt, ugye itt játékvezetőkről, szállásbiztosítású termekről van szó, mekkora előkészületet igényel egy ilyen tornának a megszervezése? Óriási. Meg kell, hogy mondjam, nagyon, az apparátus nagyon megterheli egyébként egy ilyen tornának a megszervezése, de hát ezt édes teherként kezeli egyébként a Megyei Kézilabda Szövetség. Ünnepnapként szeretünk ezen részt venni, hiszen 3 napos ünnepről van szó. Egy állófogadással várjuk egyébként a határon túlról érkező sportolókat és az őket kísérőket, és ez a tornának a megszervezésében azért el kell mondanom, hogy azért alkalmazkodnunk kell a Kisvárdai NB1-es csapathoz. A helyszínek, ahol egyébként részt vesznek a csapatok a mérkőzéseken, az Nyíregyházán lesz, Gyulaházán és Kisvárdán. Említsük meg a korosztályokat. Nagyon szélesen fogja fölölelni egyébként a korosztályokat, egészen a 19-es csoportig minden korosztályt megpróbálunk megmozgatni ezen a tornán.
Ugye az utánpótlás tornák nem elsősorban az eredményről, az eredményességről szólnak. Miről szól a meccsek mellett még ez a rendezvény? Elsősorban egyébként szerettünk volna kihasználni azt a kitűnő földrajzi fekvését a megyénknek, hogy három olyan szomszédos ország is körbeveszi, ahol kézilabda szerető nemzet van. Másrészt pedig a fair play szelleme az mindenféleképpen a Magyar Kézilabda Szövetség alapvető irányelvei közé tartozik. Szeretnénk olyan felejthetetlen emlékeket okozni a sportákban résztvevőknek, akik ezen a tornán itt lesznek, amelyekkel egyrészt a sportszerűségét is, vagy a népszerűségét is tudjuk a sportágnak növelni, másrészt pedig hozzá tudjuk ez a sportákhoz kötni ezeket a fiatalokat. Ebben az évben ez az első nagy rendezvény a megyei szövetségnek, nyárra bezárólag melyek a nagyobb feladatok? Nagyon sűrűvé vált most már a programunk, meg kell, hogy mondjam, a Junior kupával indul minden évben egyébként a versenynaptárunk. Ezután indulnak az alapfokú játékvezetői tanfolyam, és ugye párhuzamosan a JAM program, ami egy utánpótlás képző program a játékvezetőinknek. Utána a DL Sport Szövetséggel fogunk közösen részt venni egy összevont labdajátékon. Ez is mindig nagyon nagy népszerűségnek és igen nagy létszámú sportolót fog megmozgató rendezvény. A tavalyi évben a Para Sport Albizottságnak volt egy elkérése, hogy népszerűsítsük a kerekesszékes és csörgőlabda sportágat, úgyhogy biztos, hogy tavasztal ősszel ilyen bemutató tornák vagy mérkőzések is fognak megrendezésre kerülni, és miután a juniorra kapcsolatosan ide érkeznek ezek a külföldi csapatok, szeretnénk a strandkézilabda vérkeringésébe is bekerülni, úgyhogy biztos, hogy meg fogjuk szólítani azokat a határon túlról érkező csapatokat, hogy ezen a nemzetközi strandkézilabda utánpótlás tornán részt tudjanak venni. Vereséggel kezdte az évet a nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK, a Győrt fogadta és a vendégek 6-2-es győzelemmel távoztak a városi stadion Tekecsarnokából. Mindenképpen egy kicsit görcsös vált a csapat, ezt már lehetett tudni az edzéseken is éreztük, hogy egy kicsit kényszerbe kerültünk, azáltal, hogy az utolsó három őszi fordulót egy kicsit, mondhatom, elrontottuk, és ez most is meglátszódott a mérkőzésen, nem csak az edzéseken. Rögtön az első sorba pekhesen zártunk, ugyanis 20-20 fával kikaptunk az egyes meccseléseken, és 2-0 arányba veszetett az ellenfél. Azonban a középső sorban sikerült a Stéját Tominak nagy csatában pár fával megszerezni a csapatpontot, míg mellette a Hakker Dezsőnek, illetve a Szolika Mikinek nagyon nem úgy ment a játék, ahogy azt szerettük volna, és hozzáteszem, hogy a győri fiatal játékos élete legjobb eredményét, a 644 fát megdobva több mint 100 fát vert arra párra, és ez már meg is határozta a zárósornak a végkimenetelét. A Fehér Béla még természetesen megszerezte közel 600 fás eredményével a csapatpontot. Jó magamnak nem sikerült, kaptam egy 50 fát a Koller Danitól, és ott már abszolút csak az eredmény után futottunk, majdnem azt lehetett mondani, hogy már csak le kellett játszani a mérkőzést. Kicsit tehetetlenek éreztük magunkat, és sajnos tudomásul kell venni, hogy 3400 fa csapatfa alatt nem tudunk nyerni. Ez most 3300-a sikeredett, úgyhogy mindenképpen azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk egy kicsit jobban hazai pályán teljesíteni. Bízunk benne, hogy egy hónap lazajáték után majd a fontos mérkőzésekre végre elérjük a 3400 fát, és akkor azt lehet, hogy abszolút partiba lehetünk bármelyik csapat ellen hazai pályán. Említetted az egy hónap laza játékot, ugye olyan ellenfelek következnek, akik ellen az esélytelenek nyugalmával lehet gurítani. Mennyire szolgálhatja ez a felkészülés, hiszen sikerélményeket esetleg csak részeredményekkel lehet szerezni minden bizonnyal. A bajnokság sorsolásának szeszélye folytán most jön a három top csapat elleni mérkőzésünk. A következő hétvégén Zalaegerszegre látogatunk, majd azt követően Szegedre, és úgy fogadjuk majd a Répszelek csapatát. Tehát tényleg ezeket úgy kell felfogni, hogy a fontos célunkat egy hónap múlva kell, hogy elindítsuk, és arra való felkészüléssel, ahogy te is mondtad, részsikereket kell alkotnunk, és mindenképpen csiszolnunk kell a játékot. Úgy érzem, hogy ez a győri mérkőzés a szokásokhoz kicsit ellentétben hamar jött. Január utolsó hetében szokott megindulni a tavaszi szezon, de most hamarabb két héttel kezdték a bajnokságot. Itt a világbajnokságra való felkészülés, meg sok minden ilyen összetevője van, meg a Magyar Kupa, ami miatt hamarabb be kell fejezni a bajnokságot. Meglátjuk, hogy sikerül felkészülnünk. Ahogy mondtam, mindenképpen csiszolni kell a játékunkat, és ezáltal bízunk benne, hogy a görcsösségünk is majd elillan, és valóban olyan mérkőzéseket tudunk vívni, ahogy mondtam, csapatfában fejlődve, hogy mindenképpen fontos két pontokat tudunk majd
idehaza, elsősorban idehaza szerezni, és majd meglátjuk, hogy a tavaszi szezon másik felébe a szükséges idegenbeli bravúrok is majd hogy fognak megvalósulni. Ugye a győzelmek építik a csapat szellemet, a vereségek kevésbé, milyen most a hangulat? Természetesen nem örömmel teli a mostani hangulat, inkább még azt mondom, hogy még mindig az őszi szezon utolsó három mérkőzésén bánkódunk, és most ezt tetszésze ezt a győri vereségünk. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a játékosoknak le kell ülnünk, meg kell beszélnünk, hogy hogyan tudjuk együtt elérni a fejlődést, és mindenképpen ez lehet a kiút. Biztos vagyok benne, hogy a fiúkkal ki tudjuk találni azt, hogy hogyan csináljuk. A játékos keretünk továbbra is azt mondom, hogy képes arra, hogy bravúrokat szárítson idegenbe is, idehaza meg a fontos mérkőzéseket mindenképpen megnyerje, úgyhogy közösen megtaláljuk a fejlődéshez vezető utat, és bízom benne, hogy az elvégzett edzésmunka is hamarosan beérik majd. Megszerezte a 7. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyulárné együttese 72-55-ös sikerrel távozott a törekvésese otthonából. Az igazság, hogy nem volt egyszerű, tehát ugye azért tudni kell, hogy a török Frolis az egy aránylag agresszív, kemény, gyors játékot játszó csapat, egész pályás letámadása. Na most nekünk ez nem igazán fekszik, ez az egész pályás letámadás elleni játék, főleg azért ugye, mert mi kétszenteres játékot próbálunk játszani. Na most ebben sajnos se az Orsi, se a Dorian nem az az igencsak gyors játékos kategóriába tartozók, viszont palánk alatt maximálisan meg tudják oldani azokat a feladatokat, aminek kell oldani. Az elején elhúztunk egy 6-8 ponttal, viszont utána a védekezésünkbe akadtak olyan hibák, amit kihasznált az ellenfél. Utána, amikor kijött egész perc letámadásra, akkor viszont komoly problémáink voltak, nagyon sok eladott labdánk volt. Ugye hiába próbáltuk elmagyarázni, hogy nem lehet labdavezetéssel oldalvonalhoz kimenni. Nagyon gyakran beleszaladtunk ebbe a hibába, elhittük mi azt, hogy mi két emberen keresztül is meg fogjuk ezt oldani. Sajnos nem jött össze. Az igazság, hogy a játékvezetés az engedte ezt a néha kicsit, én úgy gondolom, a durába átmenő játékot. Amikor beálltunk egy zóna védekezésbe, akkor sikerült valamilyen szinten egy kicsit a csapatnak a lendületét visszafognunk, és mi nekünk sikerült egy-egy olyan extra három pontos bedobni, ami aztán oda vezetett, hogy a fél időre megvolt az a 10 pontos előny, reményben abban, hogy ez a következő fél időben is megmarad. Ott aztán hirtelen egy 3 pont különbség lett pillanatokon belül. Hál' Istennek akkor a rutinosabb játékosaink azok igencsak toppon voltak, az Orsi középtájú dobott, ami ugye nem igazán jellemző rá. Takácson meg 3-3 pontos dobott be abban a szituációban. Tehát itt megint sikerült egy olyan biztos előnyre szert tennünk, hogy utána már nyugodtan tudtunk a végjátékban játszani. Újabb idegenbeli meccs következik, a lista vezető TFS-e 2 otthonában lép pályára a csapat. A TFS-e még veretlen. Igen, tehát az igazság, hogy ő egy nagyon kelemetlen ellenfél, tehát ő mindig is az volt. Ugye a másik nehézség az, hogy ugye neki nagyon sok olyan játékosa van, aki az NB1 A csapattal együtt edz, és akik ott nem kapnak kellő játék lehetőséget, azok leedzenek az amatőr NB1-be. Tehát így ugye nem vár ránk könnyű mérkőzés, főleg úgy, hogy ugye a Kovács Orsi az még mindig nem bevethető, tehát neki van egy ilyen kisebb okasérülése. A kadettjeink, juniorjaink pedig 7 nappal áttéve mérkőzéseket játszanak, tehát itt mindenféleképpen muszáj valamilyen szinten az idősebb játékosainkat úgy terhelni, hogy a fiatalabbakra kevesebb teher háruljon. Ezért nem lesz egy egyszerű mérkőzés, tehát én úgy gondolom, hogy itt egy tisztes helytállás, ami mindenféleképpen az elfogadható. Amennyiben sikerülne mégis mérkőzést nyernünk, akkor szerintem egy óriási eredmény lenne ennek a csapatnak. Megkezdődött az átigazolási szezon az amatőr futballban és a futsalban. Február 14-én éjfélig válthatnak a csapatot a játékosok. Valamennyi megyei játékengedéllyel rendelkező labdarúgót, illetve futsaljátékost érint, ez azt jelenti, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ugye mind a labdarúgás, mind a futsal fronton, a Budapest és Pest megye után a vidéki megyék közül az első, így mintegy 12 000 játékengedélyes labdarúgót érinthet ez az átigazolási időszak, hiszen valamennyi szakágban,
valamennyi korosztályban télen lehet csapatot váltani. Az viszont nagyon fontos kitétel, hogy aki aktív labdarúgó és ősszel is aktívan játszott, csak és kizárólag akkor tud csapatot váltani a téli átigazolási időszakban, hogyha a jelenlegi klubja, az úgynevezett átadó klubja elengedi őt, az átigazolási lapot aláírja. Ugye 19 éven aluli játékosoknál működési költségtérítés fizetése kötelező, amely a NYIASZ-ban található B táblázat sorol fel, és a B táblázat összegeinek a 10%-át minimum meg kell téríteni, és ilyenkor télen a felnőtt játékosok után is kérhető működési költségtérítés, viszont a felnőtt költségtérítéstől a két klub megállapodhat úgy, hogy teljes mértékben eltekint. Ebben az időszakban itt a megyei igazgatóságon mikor intézhetik az átigazolást az érintett klubok képviselői? Ebben az egy hónapban, hiszen ugye február 11-e éjfélig tart az átigazolási időszak, minden hétköznap várjuk a csapatok képviselőit. Egyrészt ugye az IFA rendszer lehetővé teszi azt, hogy otthonról tudják feltölteni ezeket a dokumentumokat, akár hétvégén is, vagy éjszaka is, tehát 0-tól 24-ig, viszont a személyes ügyintézésnél ilyenkor meghosszabbított nyitvatartást tart a nyilvántartási igazolási átigazolási bizottság, hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken pedig 9 órától délig várjuk az ügyfeleket. Ugye, mikor beszéltünk az őszi szezon értékelésre, akkor mondtad, hogy mindössze egy csapat nem indult azok közül, akik neveztek, most viszont a téli időszakban már két csapat bejelentett, hogy nem folytatja a bajnokságot. Melyik ez a kettő is, hogyan érinti ez a versenyrendszer, hogy egyáltalán benneteket? Igen, ugye amikor legutóbb beszéltünk az őszezonról, akkor azért azt is megjegyeztem, hogy várhatóak visszalépések tényleg, hiszen minden évben előfordul. Ez már most meg is történt. Kettő megye hármas csapat már jelezte, hogy nem tudja folytani a tavaszi folytatást, mind a ketten létszámhiány miatt, tehát egyszerűen nincs annyi labdarúgójuk. Az egyik az a Varsány Unió csapat, ez a megye hármas Rétkőz csoport, a másik pedig a Fehérgyarmat kettő csapata, ez a megye három Szamos csoport. Igazából a csapatokat úgy érinti, hogy ezeket az eredményeket ugye ilyenkor el kell vennünk, a visszalépő csapatot a tabella utolsó helyére kell sorolnunk, és tavasszal, amikor játszanának velük, akkor szabadnaposak lesznek. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.